A haladás Újpest találkozó a hazaiaknak kezdődött jobban. A 11. percben egy labdaszerzés után a haladás Ausztrál légiósa Williams átrobogott az egész vendég térfélen, majd a kapuba lőtt, ezzel megszerezte első gólját a szombathelyieknél. Az első félidő vége előtt négy órával azonban tudott egyenlíteni az Újpest. Rövidesen meg tudjuk mutatni ezt a gólt is Williams találata után. Itt látható tehát majd az a támadás, és az a labdaszerzés, amiből indul az újpesti akció, itt lencse kapott egy jó indítást, szerezte első gólját a szombat helyieknél. Az első félidő vége előtt négy órával azonban tudott egyenlíteni az újpest, rövidesen meg tudjuk mutatni ezt a gólt is Williams találata után. Itt látható tehát majd az a támadás, és az a labdaszerzés, amiből indul az újpesti akció, itt lencse kapott egy jó indítást aztán pedig egy Pimosz Csellel Király Gábort is becsapta, majd kilőtte a hosszút, ezzel lett egy-egy, és ez is lett egyébként a mérkőzés végeredménye.